Na, hello faszik! Üdv mindenkinek ebből az új videóból. Leműszakizott a transporter. Ahogy sokan titulálják, a postás, pedig amúgy katonai zöld akart lenni, de postás zöld lett. Egyébként egy postásból is lehet katona. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy leműszakizott, és tegnap, mikor hazajöttem vele, azt vettem észre, hogy kicsit mintha hangosabb lenne a motor, mint volt eddig, meg azt vettem észre a nívópálca kihúzása után, hogy csont száraz, azaz kevés benne az olaj, ami azért problémás, mert egy motorolaj az egy olyan, hogy is mondjam, szösszenet egy motor életében, ami igencsak befolyásolja az élettartamát és a működését. Úgyhogy valahogy egy olyan sanda gyanúm és gondolatom támad, hogy lehet, hogy utána kéne tölteni ennek a motorolajnak. Most nevetek rajta egyébként, de ő szereti. Tehát, hogy így ham-ham, szereti egyébként fogyasztani, amit nem tudok felróni neki, mert hát 1.350.000 kilométer van benne, úgyhogy miért ne? Tehát, hogyha egy 5 éves A7-es Audi, aminek 2 literes TFSI motorja van, megeszik 1000 km alatt másfél liter olajat, akkor miért ne ehetne ez a kis öreg transporter is, meg némi motorolajat? Úgyhogy az a helyzet, hogy vettem egy jó minőségű motorolajat, és vettem a Liquimolinak egy ilyen stop soros helyet, stop olaj eating, azaz olajfogyasztás megállító vagy csökkentő adalékot, amit most bele fogok tölteni ebbe, és lehet, hogy újat is fogok nektek mutatni, de nem a középsőt, hanem úgy újat. Nagyon vicces vagyok egyébként, ma elmondom nektek, úgy fáj a fejem, hogy majd szétszakad ettől a tetves időjárástól, hogy hol 20, hol meg 8 fok van. És azért próbálok egy kicsit viccelődni, vagy valami, hogy feldobjam saját magamat, meg a videót is azért csinálom, hogy ne arra figyeljek, hogy úgy fáj a fejem, hogy majd szétmegy, hanem valami hasznosat csináljak már ezt, akkor hát, ha elmegy a figyelmem. Úgyhogy elterelődik róla. Úgyhogy let's go, tegyünk akkor olajat és adalékot, és az lesz még az újdonság ebben a videóban, hogy valószínűleg nagyon kevés az közületek, aki tudja, hogy hol kell motorolajat tölteni egy ilyen autóba. Most a videóban úgy fogok tenni, mintha laikusként nézném meg, holott tudom, hogy hol kell betölteni, hogy na hát hol van az olajbetöltő nyílás, meg ilyenek. Tehát megmutatom nektek, hogy milyen egy ilyen farmotoros transporternek a motortere. Jelzem egyébként nagyon pókhálós, mert ugye 5 évig nem volt használva, 4,5 kb. Öreg is volt benne az olaj, úgyhogy én annyit tettem, hogy leengedtem azt a maradék olajat, ami volt benne, ami egyébként sokat nem futott, ellenben már korban benne volt, tehát hogy öreg volt már az olaj. Szokták mondani, hogy egy-másfél év után akkor is, hogyha csak 800 km-t mentél az olajra, cseréld le, mert az olaj is ugyanúgy megromlik, mint a tej a hűtőben, csak az autók nem fosnak tőle, hanem meg nem fáj a hasuk, hanem igazából a viszkózitás csökken, és csökken a kenőképesség, és amikor a fém a fémmel dörzsölődik, abból mindig hő fejlődik, és az sosem jó egy motornál, úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy felteszem a fejemre ezt a kis Kínából rendelt mutyot, arra felteszem a telefont, és egyébként, várjatok, már remélem, ahogy elindítottam a videót. Jaj, jó van! Mekkora blama lenne, bazd meg, mert ezt már még egyszer nem tudnám előadni. Egyébként most nem magamat akarom fényezni, de soha nem vágom meg a videókat, mert én azt gondolom, hogy YouTube-ra ne csináljon videót egy olyan mókus, aki nem tud bazd meg legalább 10 percen keresztül beszélni egybefüggően értelmesen, hanem hogy minden 10 másodpercben van egy vágás, fasznak erőlteted, vagy nem tudom. Tehát én nekem egyébként az egyik pozitív és negatív tulajdonságom is egyben, hogy annyit pofázok, hogy másoknak lyukat beszélek hasára, hogy vannak, akik szédülnek tőle. Úgyhogy a bakik sem szoktak kivágva lenni. Hát akkor menjünk, csináljuk, ne csak beszéljünk. Valamit akartam még mondani, de nem tudom mit. Azt, hogy fázok, de meg akartam nektek mutatni, hogy milyen
milyen menő póló van rajtam. Imádom a repülést, főleg a katonai repülést, ez mindig is így volt gyerekkoromban is. Majd egyszer a Top Gun gyűjteményemet megmutatom nektek. Az egy ilyen repülős újság volt, hogyha esetleg van olyan, aki nem tudná, hogy mi az. Aztán jött az aranysas, váltotta, de azt én már nem gyűjtöttem. Na mindegy, és imádom, amúgy is ilyen katonaság meg repülés buzi vagyok, úgyhogy csak dicsekedni akartam, hogy ez a máltai repülőtéren vásároltam ezt a pólót, de nem a, hogy mondjam nektek, tehát nem a polgári repülőtéren, hanem egy múzeumban, mert ugye Máltán nagyon sok légi csata volt, Málta környékén a német és angol vadászpilóták mérték össze tudásukat, és ott vannak olyanok, gyerekek, olyanokat érintettem, hogy Spitfire-t és Hurrikánt, úristen, fantasztikus. Tehát, hogy na, menjünk, tegyük fel, és akkor koncentráljunk arra, amiről a videó szólni akart, nem minden másra. Fel fogok venni egy pulcsit is, mert amúgy kúra hideg van. Szép lett. Most takarítottam meg. Na, ezt az olajat vettem. Reméljük jó lesz. És hol van az? Ja, itt van az adalék. Tehát ő lesz az. Úgyhogy hol a fánadban van ez a történet? Ja, itt van. Úgyhogy ezt mindjárt jól fel fogom ide helyezni. Így. Na, felveszik ezt a pullovert. Pull over, érted? Egy kicsit mást jelent. Na. Hova tettem? Ja, ide tettem. Van itt még valami. Gyerekek, beszartok, mit láttok még itt? Na, odas. Majd ezt is megmutatom nektek. Milyen csodálatos, szerszámos ládám van. Jó. Persze zárom ezt a csomit. Na hát egy ilyen transporternek úgy néz ki a csomag, illetve nem csomagtartója, hanem a hátulja, hogy itt helyezkedik el a motor, és várjatok, már iszok. Tehát itt a motortér. És hát hol máshol keresné az ember az olajbetöltőt, hanem a motortérben. De hát itt akkumulátor van, hűtő, víztágulási tartály, generátor, adagoló, légszűrőház. De hát, oké, itt a nívópálca. Ami, hát szép száraz. Nyilván muszáj száraznak lennie, hisz nincs olaj a motorban. Tehát egyáltalán. De hát akkor hol a bánatba kell betölteni az olajat? Ez egy kurva jó kérdés. Na most ezeknél a transportereknél úgy van megoldva, hogy itt a rendszámtáblát, tadám, így elhúzod, lenyitod, és akkor van itt egy kis tölcsér, ezt csodálatosan így kihúzod, és itt tudod beönteni az olajat. Ami szépen egy csövön keresztül ugye belefolyik egyből a motor aljába. Úgyhogy előbb töltsük be ezt a szuper adalékot, hogy ez mindenképpen benne legyen a... Ja, össze kell nyomni a motorba. Oké. Okay. Igen, az már ettől lejjebb nem fog esni. Jó sűrű. Jó mellé öntöttem. Kezdődik.
Tehát az ilyen olajfogyasztás csökkentő, vagy olajfogyasztás megállító adalékanyag. Jó sűrű, azt már láttam. Jó, hát úgy látom, én belöntöttem mindet. Ezt úgy írja, hogy 5 liter motorolajhoz elegendő, hát ebben a motorban pedig pontosan azt hiszem 4,5-5 liter olaj szükséges. Na most az lesz még nagyon érdekes, hogy hogy a francba fogom betölteni az olajat úgy, hogy ne boruljon mellé. Hát ez izgalmas lesz. Jaj, ennek a kasztrólnak remélem van ilyen kis csőre, mert ha nincs, akkor megszívtuk. De szerintem ennek nem lesz. Ja. Szopinyali show. Hát akkor próbáljuk meg nem mindet mellé önteni. De jó szaga van. Genyó. Ez izgalmas lesz, úgy érzem. Na gyerekek, bazd meg, ide kéne egy tölcsér. Miből csináljunk tölcsért? Na, PET palack, az elviekben kell legyen. Még lehet, hogy egy üres is. Aha, ott van. Meg vagyunk mentve. Úgy van. Jó. Ha minden igaz, akkor ez így ide be fog férni. Hát, de nem. Úgyhogy a kurva életbe. Úgyhogy akkor most ezt így oda kell szorítani. Hát de mindjárt jobb, mint az előbb szerintem. Igen, lesz mit takarítani. Amúgy lehet, hogy marad benne egy kis olaj, úgyhogy már most majdnem beöntöttem mindet a négyből, úgyhogy meg fogom nézni, hogy áll a nívó, mert ugye az volt egy fél liter az adalék. Aha, kezd alakulni. Maximum felé sem szabad tölteni amúgy, mert szétbassza a szimmeringet, a főtengely szimmeringet. Aha, látszik a tiszta olaj. Hát, én maximumig fogom tölteni, úgyhogy most már nagyon óvatosan. Amúgy sincs már sok a dobozba. Szerintem már majdnem egy 4 litert beöntöttem, mert ebből 3-at biztos, meg plusz még az adalék. Jó. Jó.
nézzük. Maximumon vagyunk. Ez már látszik. Szép tiszta ez a nívó pálca. Hát igen, szép tiszta az olaj benne, de úgy látom, hogy maximumon is van. Tehát az a baj, már most olyan tiszta benne az olaj, hogy ilyenkor nem látszik. De jó, maximumon van. Igen, nem töltök bele többet. Jól éreztem, hogy rendben vagyunk. Úgyhogy akkor az fog most történni, hogy ezt visszazárom. Azt mondja, ennek ez volt a kupakja. Jó. Akkor ez szemét. Így. Ezt majd kidobjuk. Kérem tisztelettel. Visszatesszük az olajbetöltőt a helyére. Így. Visszacsabarjuk a fedelet, a 710-es alkatrészt. Jó. Itt nem baj, hogy egy kis olaj van, mert az jót tesz amúgy is a zárnak. De azért a felesleget azt letörlöm. Di-di-di-di-di. Akkor nincs más hátra, csak beindítani a motort, és meghallgatni, hogy milyen hangja lett. Na, hajrá! Jó Istenem! Húha! Te honnan? Innen? Új, bassza meg a kutya, gyerekek! Tegnap szakadt az eső, beázik a... ez az ablak. Ott is van egy csomó víz. Bassza meg a szerelem. Na nem baj. Várjuk meg végig az izzítást. Hát várjuk. Bazd meg, azt pont most hagyta abba. Na nézzük. Töltéslámpát, az szokásos transzporterezés. Az adaléknak, amit beletöltöttem, elrébb jövök már, mert nem hallotok semmit. Tehát ennek az adaléknak, amit beletöltöttem az olajrendszerbe, ennek szerintem szüksége van, hát, hogy beépüljön teljesen, szerintem egy olyan 4-500 kilométer. Tehát, hogy most nyilván nem egyből lesz az autónak olyan hangja, mint egy PD-TDI motornak, De csendesíteni fog rajta, meg hát most hideg a motor, azért ilyen hangos. Meg az olajfogyasztáson valószínűleg javítani fog.
meglátjuk. Nyilván majd a tapasztalatokról mesélek nektek. Ezzel a videó, tehát hogy ennek a videónak a folytatásával jelentkezek egy 500 km múlva, jó? És akkor majd a hangot is hallotok, meg megnézzük együtt a névót, hogy mi történt. Na, legyetek jók, szobatiszták, kellemes magömlést kívánok mindenkinek, és elnézést, hogy így halkabban beszéltem, mert ugye egy kicsit lámpalázas vagyok, nem nagyon szeretek úgy videót csinálni, hogy valaki megláthat, és akkor mindig megakadok. Nekem is vannak ilyen stékjeim. Na, legyetek jók, sziasztok, csáv!